Sziasztok, Ruzsi vagyok, és régen beszéltünk már arról, hogy miket olvastam mostanában, úgyhogy arra gondoltam, hogy meginvitállak titeket egy teapartira, készítettem be macikexet, mert macikex az mindig van bekészítve, csináltam egy Earl Grey-t, úgyhogy nyugodtan ti is hozzatok valamilyen teát, és vágjunk is bele. Az a helyzet, hogy mostanában, mióta a Mitágó erdőt elolvastam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva olvasási válságban voltam, úgyhogy ez most itt egy hullámvasút lesz arról, hogy hogyan kerültem ki belőle, egy sikertörténet, úgyhogy vágjunk is bele. A Mitágóról nem fogok beszélni, egyrészt azért, mert van róla a Zsófi csatornáján egy kibeszélő, a négy szem közt, másrészt azért, mert nagyon rossz volt, és nem akarok róla beszélni egészen addig, amíg az év legrosszabb könyveiről a videó ki nem kerül, mert nem akarom felelőtteni. Nagyon rossz volt. Úgyhogy az olvasási válságom utána elérte azt a pontot, ahol mesekönyveket tudtam csak befogadni. Az első mesekönyv, amit olvastam, az a Lehet. Kobi Yamadától és Gabriela Brauchtól, ami egy nagyon-nagyon-nagyon szép mesekönyv, mert mindjárt megmutatom belőle a kedvenc illusztrációimat. És azzal a nem túlságosan nehéz egzisztenciális kérdéssel kezdődik, hogy tűnődtél valaha azon, vajon miért vagy itt? És innentől kezdve gyakorlatilag kérdéseket tesz fel neked ez a könyv, hogy vajon azért vagy-e itt, hogy másoknak segíts, lehet, hogy azért, hogy felfedezzél valamit. Lehet, hogy van benned egy hatalmas nagy erő és tehetség, amit még nem fedeztél el, vagy éppen most kezdtél el kibontakoztatni. Úgyhogy alapvetően ez egy nagyon-nagyon feel-good képes könyv, és tulajdonképpen a nővéremtől kaptam, aki az impostor szindrómámnak vette ezt a könyvet, és nagyon-nagyon jó érzés volt végigolvasni és végiglapozgatni, tök szívesen leveszem a polcra még mindig. Úgyhogy ez a helyzet, hogy ugyan ez egy képes gyerekkönyv, és elvileg ezt a könyvet a kisgyerekeinek ajánlja az író. Én nem vagyok benne biztos, hogy annyira gyerekkompatibilis, de minden esetre nekem nagyon jó, tetszett, nagyon jó volt olvasni, úgyhogy akkor, hogyha gondoljátok, akkor lapozzatok bele. A kedvenc képeim a közepe felé ezek a sötétebb oldalak, ahol azt írja, hogy lehet azért vagy itt, hogy fényeddel beragyogd azon helyeket, hol régóta sötétség honol. Lehet felszólalsz majd azokért, akik nem tudják hallatni a hangjukat. Lehet azért vagy itt, hogy segíthess úgy, ahogy csak te tudsz. Úgyhogy nagyon jó élmény volt olvasni, tudom ajánlani, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon specifikus képeskönyv, úgyhogy nem gondolom, hogy mindenkinek tetszeni fog, és tényleg nem tudom, hogy kisgyerekek mennyire élveznék. A következő képeskönyv, amit olvastam, már sokkal kisgyerek barátabb, ez a kislány, aki meg akarta menteni a könyveket. Alapvetően ettől az illusztrátortól, Liza Aissától már olvastam a Hólányt, és nagyon tetszenek az illusztrációi, de ilyen időnként nagyon ijesztőek az illusztrációi. Nem nagyon tudom, mindig hova tenni őt. Az író az pedig Klaus Hegeru. Alapvetően ez a könyv egy kislányról szól, aki szorong a jövőtől, szorong az öregségtől, szorong a haláltól, és egy nap, ahogy bemegy a könyvtárba, mondja neki a könyvtáros néni, hogy hát azokkal a könyvekkel, amiket sokáig nem vesz ki senki, azokat bizony le fogják selejtezni és megsemmisítik. Ami nagyon-nagyon-nagyon megijeszti a főszereplő kislányunkat, úgyhogy elhatározza, hogy ő bizony minden könyvet ki fog venni, minden könyvet el fog olvasni, mert nem szeretné, hogy bármelyik könyv ilyen sorsa jusson. És ennek során jut a kezébe egy nagyon különleges könyv, ami egyrészt őt is leveszi a lábáról, másrészt az egész osztályát leveszi a lábáról. Úgyhogy ennél többet nem szeretnék mondani a történetről, mert szerintem spoileres lenne. Viszont egyrészt az illusztrációk nagyon-nagyon szépek benne. Másrészt a könyvnek a kezdete az nekem nagyon tetszett. Tudjátok, halál és gyász, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett. Anna nem sok mindentől félt. Volt azonban valami, amitől rettegett. Egyik éjszaka volt egy rémálma. Azt álmodta, hogy megöregedett. Először összezsugorodott, akár ősszel a falevelek, aztán elszálladt és szétporlott, porait pedig elfújta a szél. Úgyhogy maga ez a könyv alapvetően arról szól, hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, viszont ez nem feltétlenül egy szorongáskeltő dolog, mivel ugyanúgy, ahogy nem tudhatjuk, hogy milyen nehézségeket hoz a jövő, ugyanúgy nem tudhatjuk azt sem, hogy milyen csodálatos dolgokat hoz a jövő, viszont ezt a szemléletváltást megtehetjük, hogy nem a veszélyeket, és nem a borzalmakat, és nem a halált és a végét várjuk, hanem nyitott szemmel tekintünk arra, hogy milyen jó dolgokkal és lehetőségekkel és csodákkal tudunk találkozni az úton. Úgyhogy ez szintén egy eléggé nehéz téma szerintem kisgyerekeknek, nem tudom, hogy hány éves kortól ajánlanám, de alapvetően nekem nagyon tetszett, ki is írtam belőle pár idézetet Moira, úgyhogy akkor, hogyha benne vagytok ebben a hangulatban, főleg karácsony tájéken, akkor egyébként nagyon
tudom ezt ajánlani. A képeskönyvekkel egy kicsit kijebb illentem az olvasási válságból, úgyhogy nemrég újra olvastam az Achilleus dalát Madeline Millertől. Gyakorlatilag ezt Szannának egy ilyen közös olvasására olvastam újra, mert megkért és nagyon meghatottam, és nagyon-nagyon szeretem ezt a könyvet egyébként is. Alapvetően ez egy újraolvasás volt. Nem tudom, hogy erről a könyvről van-e még, aki nem hallott, mivel most TikTokon is újra nagyon felkapták, Szanna pedig hirdeti itt az igét mindenmára. Gyakorlatilag ez az Iliásznak egy újramondása a Patroklosz szemszögéből, aki Achilleusnak nagyon-nagyon jó barátja volt, gyakorlatilag az ő kapcsolatokról szól ez az egész történet, és annak ellenére, hogy történészek azt mondják, hogy nagyon jó barátjuk és unokatestvérek voltak, gyakorlatilag ők szeretők voltak. Legalábbis a történetnek ebben az elmesélésében mindenképpen. És ez egy nagyon-nagyon keserédes hangulatú könyv, nagyon szeretem azt, ahogy Madeline Miller ír. És ahogy újraolvastam, kezdtem el benne értékelni a két főszereplőnkön kívül más karaktereket is, úgyhogy nagyon jó volt. Le fogom majd linkelni a kibeszélőt lentre, mert nagyon jól sikerült szerintem. Csomó mindenről beszéltünk, és akkor, hogyha az nem győz meg, hogy olvasd el ezt a könyvet, akkor nem tudom, hogy mi fog. Viszont amit még szerettem volna elmesélni, hogy ezt a könyvet egy vagy két éve rápusoltam egy barátnőmre, aki most olvasta el, és nem sokkal a kibeszélő után írt nekem, hogy hát ő férfiakat ennyit picsogni még nem látott, de nagyon jó volt, úgyhogy szeretné a kirkét is. Úgyhogy nagyon nevettem rajta, mert hogy beszélünk arról, hogy mennyire szép ez a könyv, de hogy nagyon szenved benne mindenki. Szóval nem biztos, hogy ezzel kéne zárnom, de minden esetre nagyon nevettem rajta, hogy alapvetően beszélünk arról, hogy ezek mennyire mélyen kidolgozott karakterek, és mennyire átélhető az ő problémájuk, és mennyire fantasztikus mindenki benne, de hogy... Nem mondom, hogy nincs igaza. Ezek után a kezembe került Alexei Herónak az új kisregénye, a Spindle Splintered, amit nagyon nehéz kimondani gyorsan, úgyhogy nem kísérlem meg többet kimondani. Minden esetre ez egy kisregény sorozata lesz, és gyakorlatilag úgy írta le a szerző, mint a Spider-Verse csak tündérmesékkel. Ami mint koncepció szerintem zseniális, és alapvetően ugye Alexei Herót én nagyon-nagyon szeretem, viszont ez a kis regénye egy kicsit más, mint a két regénye, sokkal vidámabb, sokkal viccesebb, sokkal pörgősebb, nagyon más hangulata van, mint az előző két könyvének azzal együtt, hogy nagyon szépen van megírva, és ugyanúgy központi téma benne a történetek és a történetmondás ereje. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. A főszereplőnk az Zinni, egy 21 éves lány, akinek egy nagyon komoly krónikus gyógyíthatatlan betegsége van, így nagy valószínűséggel fiatalon meg fog halni, sőt, nem nagyon tudnak olyan esetről, hogy bárki a 30-at megélte volna ezzel a betegséggel. Úgyhogy így írja minden napjait, és nem nagyon szeretne belemenni kapcsolatokba, nagyon nehezen vesz részt a családi kapcsolataiban, baráti kapcsolataiban, szerelmi kapcsolatokról már nem is beszélünk, mivel folyamatosan arra készül, hogy ő meg fog halni. És fiatalkorában teljesen elvarázsolja őt a csipkelósik a történet, mivel azt érzi, hogy végre itt van egy történet, ami róla szól, ami egy beteg lányról szól, és aminek olyan vége van, amilyen véget ő is szeretne, hogy meggyógyul a betegségből, hogy tovább él, hogy jól lesz. Úgyhogy innentől kezdve a tündérmesé tanulmányozásának szenteli az életét, és mivel a legjobb barátnője tudja, hogy ő ennyire imádja a csipke rózsikát, ezért a 21. születésnapján egy csipke rózsika témájú szülinapi bulit szervez neki, ahová egy igazi rokkát is elhoznak. Ami a főhősünk meg szúrja az ujját, és így átteleportálódik egy csipke rózsika történetbe, a csipke rózsika történetnek egy változatába. Úgyhogy innen indulnak meg a bonyodalmak, mivel nem igazán tudja, hogy hogyan kéne visszajutnia, illetve egy ponton úgy dönt, hogy segítene, szeretne a történetben szereplő csipke rózsikának azért, hogy el tudja kerülni az átkát. Ez a könyv egyrészt ugye nagyon vicces volt, nagyon jók voltak benne a karakterek, egy csomó olyan dolgot bevett, amit egyébként ki szoktak hagyni zicserként szerintem ilyen történeteknél az írók, úgyhogy nekem nagyon tetszett, egy kicsit kiszámítható az, hogy merre megy, viszont maga a koncepció nagyon tetszik, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy további történetekben merre fog menni a főszereplőnk. Ezután az Október jegyében olvastam egy másik kis regényt is, a Nothing But Black Antist, ami nagyon nagy csalódás volt. Kicsit messzebbről indítom, de az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Fatal Frame franchise-t. Ez a kedvenc horrorjáték franchise-om azzal együtt, hogy nem merek vele játszani, úgyhogy végigjátszást néztem minden részből, nagyon-nagyon szeretem a sztorikat benne. Ez egy japán horrorjáték franchise, amiben gyakorlatilag minden részben a főhősünk az egy nagyon elhagyatott helyre megy el, ahol valamilyen rituáléval korábban távol tartották vagy zárva tartották
a pokol kapuját, azonban általában egy ponton ez a rituálé tönkrement, úgyhogy ezek ilyen szellemjárta átkozott helyek, és a főszereplőnknek mindig van egy kamerája, amivel ezeket a szellemeket el tudja pusztítani, és gyakorlatilag rendbe kell hoznia az elrontott rituálét, vagy meg kell oldania valamit azért, hogy a szellemek azok békében tudjanak nyugodni, vagy hogy újra biztonságos legyen ez a hely, vagy hogy ki tudjon innen szabadulni. A másodikat ezt különösen nagyon tudom ajánlani, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó a sztoria szerintem. Most nemrég kijött az ötödik Switch-en. Mindegy. A lényeg az, hogy nagyon szerettem a Fatal Frame-eknek a sztoriait, mert borzasztó jó sztoriaik vannak, és ennek a kis regénynek a története így ordított az arcomba, hogy ez egy Fatal Frame sztori, és hogy baromi jó lesz, és teljesen átvert vele. Mivel az az alapkoncepció, hogy van egy elhagyatott szellemjárta ház, ahol a történetek szerint korábban meghalt egy mennyasszony, és azóta szellemjárta, és azért, hogy az emberek megnyugtassák, és hogy ne álljon nagyobb bosszút, rendszeresen fiatal lányokat áldoztak és ástak el ott a ház alapjába, azt hiszem, hogy a falba, nem tudom. Minden esetre fiatal lányokat áldoztak fel. És a főszereplő bandánk négy fiatal úgy döntenek, hogy elutaznak ide, egyrészt azért, mert szeretik a paranormális dolgokat, másrészt azért, mert kettőjük éppen házasodni készül, és mennyire vicces lenne, hogyha egy ilyen szellemért a helyen házasodnának. Az a helyzet, hogy ez a könyv nagyon sok mindent akar csinálni, nagyon sok minden volt benne, amit alapvetően szeretni szoktam, de olyan eszméletlenül unalmas volt, és úgy lábon rúgta saját magát, és botlott el, és gördült le, és nem tudom, hogy ezt elmondani nem tudom. Ami egyrészt fő probléma volt vele, hogy a karakterek azok nagyon érdektelenek voltak szerintem, azzal együtt is, hogy nagyon sokfélének voltak számva. Gyakorlatilag a főszereplőnk és nézőpont karakterünk az egy fiatal, depressziós lány, aki éppen azzal küzd, hogy úgy érzi, hogy a barátai nem voltak mellette akkor, amikor éppen a legmélyebb helyen volt a depressziójában, és ezzel szenved, ráadásul azt hiszem, hogy ő kavart régebben a vőlegénnyel, de a vőlegény az kavart régebben egy másik lányjal is, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszan hallgatjuk azt, hogy mennyire szövevényes az ő baráti kapcsolatukban az, hogy kikivel volt, mielőtt ez a eljegyzés történt, és nem érdekelt. Mert hogy azon a ponton még annyira nem voltak megalapozva a karakterek, hogy folyamatosan kevertem, hogy kiről van szó, és hogy alapvetően ez az egész szerelmi sokszor nem nagyon tudott lekötni. Aztán elindultak a kísértések, amikből voltak, amik nagyon-nagyon jók voltak, viszont az író ezt szerintem egy metakönyvet szeretett volna ebből csinálni. A karakterek azok folyamatosan átlépték a falat a fikció és a valóság között, és olyanokat beszélgettek, hogy hát igen, akkor hogyha ez egy horror történet, akkor ő fog először meghalni, mivel az egyikük az ázsiai-amerikai, a másikuk az pedig talán biszexuális, és hogy ugye horrorfilm klissé, hogy ők ezt szoktuk először elveszíteni sajnos. Ebben most nem megyünk bele, hogy ezt kipakoljuk és megbeszéljük, de hogy minden esetre ezeket a klisséket hozta be és beszéltem meg, és ilyen nagyon kívülállóként, nagyon meta szempontból kezdett el beszélni a könyvnek a horror részéről, úgyhogy maga a horror ettől a nézőponttól így egyáltalán nem lett átélhető. Semmilyen szorongást nem keltett, így értem azt, hogy lábon rúgta saját magát, és utána kiérkezett egy végső pontra, de azon a ponton már full nem érdekelt, hogy mi van a karakterekkel, mivel úgy érzem, hogy az elején nem sikerült megalapozni azt, hogy engem ők érdekeljenek, és utána ez a metanézőpont ezt teljesen kidobott a történetből, úgyhogy mire a végére értünk, és oda, hogy nagyon-nagyon eszkalálódtak a történések, és hogy nagyon komoly lett minden, addigra már egyáltalán nem érdekelt ez az egész. Az egyetlen szerencséje ennek a könyvnek, hogy nagyon rövid volt, mert különben nem hallgattam volna végig. Kicsit vidámabb ízekre vezve, ezután elolvastam Shirley Jacksontól a Sóbálványt, ami egy novellás kötete és a Vilda ajánlására vettem meg még annó, és nagyon tetszett. Illetve inkább azt mondanám, hogy vannak benne novellák, amik nagyon-nagyon tetszettek, vannak benne novellák, amik közepesen tetszettek, de ezzel együtt szerintem ez egy nagyon erős novella gyűjtemény. Ami nagyon érdekes, hogy ez a könyv horrornak van marketingelve, valószínűleg az írónő miatt, viszont szerintem viszonylag kevés benne a ténylegesen horror novella, és sokkal inkább a szorongás érzését vizsgálják ezek a novellák, és járják körül, ami nagyon izgalmas szerintem. A legtöbbnek a főszereplője egy fiatal nő, és általában kétféle helyszínen játszódik, vagy a nagyvárosban, vagy vidéken. Nagyvárosban általában azt a fajta szorongást járja körül, hogy hogyan oldulsz fel az emberek között, és tűnsz el, és hogy mennyire pici a jelentőséged, és senki nem foglalkozik veled, míg a vidéken játszódó novellák pont ennek az ellentétjét járják körül, hogy mennyire szorongató az, amikor mindenki a környéken minden lépésedet nézi, és van egyfajta jó mód, ahogy viselkedni lehet. Úgyhogy
Nagyon-nagyon érdekesek voltak ezek a novellák, Shirley Jackson nagyon jól ír. Több kedvenc novellám is volt belőle, egyrészt maga a címadó novella, a Sóbálvány, ami ezt a fajta lefagyottságot és a nagyvárostól való szorongást és félelmet jeleníti meg, ami szerintem nagyon-nagyon jó volt. Akkor, hogyha már jártál nagyobb városban úgy, hogy valamiért nem értetted a nyelvet, vagy el voltál szakadva, a Google Maps-től, vagy interneted nem volt, akkor ezt a szorongást így nagyon meg lehet szerintem érteni, amikor rengeteg ember van körülötted, de hogy nem tudod, hogy merre menjél és mit csináljál, és olyan idegennek érzed magad, és közben mindenki türelmetlen, és mindenki menne, te meg fogalma sincs, hogy merre mész. Úgyhogy ezt a novellát, ezt nagyon-nagyon éreztem. Az Áruló még egy nagyon érdekes novella volt, szerintem ez inkább a vidéki életről szólt, és gyakorlatilag egy frissen a nagyvárosból vidékre költözött családot követett, főleg az anyát, akinek szembesülnie kell azzal, hogy a kutyájuk az megevett egy csirkét a szomszédban. És erről mindenkinek megvan a véleménye a faluban, leginkább azt, hogy a csirkőrő kutyákat le kell lőni, és el kell őket altatni, és meg kell őket ölni. Mennyire hétköznapi ilyen erőszakos tanácsokat adnak neki, és hogy hogy néz szembe azzal, hogy az egész családja hogyan kezd megváltozni, és átvenni ezt a fajta nézőpontot, ami korábban annyira idegen volt nekik. Úgyhogy ez egy nagyon jó novella volt szerintem. És amiket még nagyon szerettem, az az autóbusz, ami egy nőről szól, aki elalszik az autóbuszon, egy távolsági buszon, és felkeltik, hogy szálljon, nem árt itt az ő megállója, viszont rossz helyen száll le, és nem tudja, hogy mit tegyen. És a szikla, ahol egy fiatal nő, a bátyja és a bátyjának a felesége mennek el, azért, hogy a bátyja ott lábadozni tudjon, és nagyon hasonló motivumok jelennek meg benne, mint a Hill House-ban. Tehát ugyanúgy itt van ez a fiatal nő, aki az életét arra áldozta, hogy valamilyen rokonát ápolja és segítsen neki, és utána nem nagyon lehet tudni, hogy merre tovább, amikor már erre a szerepre nincsen tovább szüksége a családnak. Csak ugye, míg a Hill House-ban a főhősünk az elmegy Hill House-ba, addig ebben a novellában egy teljesen más elhivatása van, de ez egy nagyon-nagyon hangulatos novella volt, és nagyon tetszett. Összességében a Sóbálvány szerintem egy nagyon érdekes gyűjtemény, Shirley Jackson nagyon-nagyon jól ír. Én jelenleg tartom azt, hogy a regényeit jobban szeretem, mint a novelláit, de összességében mindig az egyik kedvenc írom, úgyhogy nagyon-nagyon tudom ajánlani akkor, hogyha rátaláltok antikváriumban. Aztán ezek után a komfort olvasásomat követve visszamentem a Diviners univerzumba, és a The King of Prose-zal befejeztem gyakorlatilag a sorozatot. És ha hallottátok, hogy ennek a sorozatnak az utolsó kötete rossz, akkor én is hallottam, és sajnos meg tudom erősíteni, hogy az utolsó kötet nem a legerősebb a sorozatban. A Diviners az gyakorlatilag az 1920-as évek Amerikájában játszódó paranormális urban fantasy sorozat, Young Adult, fú, mennyi jelző. És több karaktert követünk, akiknek mindannyiuknak van valamilyen különleges képessége. És ahogy a történet halad előre, gyakorlatilag mindegyik kötetben valamilyen ügyet oldanak meg, és van egy nagy átívelő történet a King of Prose-zal, aki hát a világ és Amerika pusztulását hozná el, akkor, hogy ők nem foglalnak összeállni. Elég sok szereplővel dolgozik ez a sorozat, viszont mindannyian nagyon jól felépítettek, nagyon szürkék, nagyon diverzek, és ami nagyon jó, hogy nem az a személyiségük, hogy az egyik köz egy meleg zongorista, a másikuk az pedig egy afroamerikai költő, hanem hogy konkrétan van ezen túl személyiségük. Tehát, hogy hiába van nagyon sok karakter, és hiába ennyire diverzek, mindegyiknek van a címként túl egy sokkal-sokkal mélyebb és sokkal-sokkal jobban kiépített karakterük, úgyhogy nagyon szeretem őket. Mindegyiknek a szállán nagyon fontos témák jönnek elő, akár a gyász, akár a háborúnak a következményei, PTSD, vagy a kapcsolaton belüli erőszak és az abból való kilépés, vagy az, hogy a rasszizmus az hogyan érinti az embereket, főleg ebben a korban. Nagyon-nagyon komoly kutató munka van az egész sorozat mögött, úgyhogy nagyon sokat beszél például annyira arról, hogy mennyire casuali volt jelen a Ku Klux Klan ebben az időszakban, amit most tulajdonképpen egy kicsit nehéz már elképzelni, de hogy tök normi volt az, hogy nézd meg a génjeidet és neveld ki a tökéletes fehér gyermeket, itt a nemzet jobbítása érdekében, tehát hogy ilyen egészen hajmeresztő dolgok vannak benne, és hogy ez nem a fantasy része. Alapvetően az utolsó kötet az nem volt szerintem annyira jó. A karakterek azok abszolút elvitték a hátukon, viszont maga az egész kötet az úgy indult, hogy a szereplőink azok
bizonyos okok miatt felbomlanak, és külön utakon el kell jutniuk egy cél felé, hogy ott majd újra találkozzanak. Nagyon érdekes volt az, hogy milyen csoportokra bomlottak, így olyan karakterek is többet beszélgettek, meg több interakcióba léptek, akik egyébként olyan sokat korábban nem beszéltek egymással. Ami izgalmas lehetett volna, de szerintem ez az egész road trip ez nagyon hosszú le lett nyújtva a kötetben, és tehát, hogy 100 oldallal a könyv vége előtt még a farmon dolgoztunk. És búzát ültettünk. Ami így feszültségszinten egy sorozatzáró kötetnek az utolsó 100 oldalában szerintem annyira nem illik bele. Nagyon-nagyon gyorsan le lett zongorázva a fő konfliktus, nagyon légből kapottan lettek feloldva bizonyos dolgok, nagyon légből kapott volt az, hogy hogy vesztettünk el bizonyos karaktereket, úgyhogy nekem az egésznek a vége az nem tetszett. Azzal együtt, hogy maguknak a karaktereknek az íve az nagyon szépen végig lett víve, úgyhogy mindegyiknek a személyes fejlődés története az gyönyörű volt, nagyon jó pontra értek el, nagyon elégedett vagyok vele, de az nagy átívelő történet a King of Crows-zal szerintem hát béna volt. Meg a másik az, hogy ennek a filmnek a végére ficcent ki nagyon az, hogy ez egy mennyire patrióta könyv, és hogy akkor, hogyha Amerika múltját azt felfedjük, és mi írjuk meg a jövőjét, akkor Amerika olyan lesz, amilyenre mi akarjuk formálni. És alapvetően ez egy olyan dolog, egy olyan üzenet, amiben én amúgy hiszek. Így nem Amerikával kapcsolatban, hanem úgy mindennel kapcsolatban. Úgyhogy szeretem, amikor erre van kifuttatva bármilyen történet, viszont azt érzem, hogy ez itt egy kicsit úgy gicses volt. Úgyhogy az első két kötetet nagyon-nagyon tudom ajánlani, szerintem még a harmadik is jó. A sorozatnak a lezárása az egy kicsit csalódás volt nekem, azzal együtt, hogy nagyon örülök annak, ahogy a karaktereket ott hagytuk. Úgyhogy elég felemás érzéseim vannak vele. Ezután szükségem volt valamire, amiben biztos vagyok, hogy jó, és a világon csak két dolog biztos, az, hogy a Mav az késni fog, és az, hogy Becky Chambers nagyon jó könyveket ír, úgyhogy ezután elolvastam az új kis regény sorozatának az első kötetét, a Psalm for the Weird Build, ami szintén egy nyelvtörő, és alapvetően ezt Eszti már korábban olvasta, mint én, és mondta, hogy fantasztikus, úgyhogy ilyen nagyon nagy bizadalommal mentem bele, hogy hát ez fantasztikus lesz. Ez a könyv gyakorlatilag egy olyan jövőben játszódik, ahol a robotok már öntudatokra ébredtek, és úgy döntöttek, hogy megszakítanak minden kapcsolatot az emberekkel, és elvonulnak a természetbe szemlélődni. Az emberek pedig innentől kezdve ugyan használtak gépesítést, de hogy semmit nem csináltak, ami annyira értelmes lett volna, mint egy robot, mert hogy nem akartak ezen az egészen végig menni. Ez egy nagyon touchy dolog, úgyhogy döntöttek, hogy inkább ezt így elkerülik. Viszont ezzel együtt annyira modern már a társadalom, hogy nem igazán van szükség munkára. Mindenkinek mindenem megvan, nagyon zöld az a jövő, úgyhogy nagyon a fenntarthatóság irányába mentek el, és ez egy ilyen tökéletes, harmonikus dolognak tűnik. A főhősünk az egy szerzetes, gyakorlatilag több istenhit van, és az ő istene az az apró, mindennapi kellemes dolgoknak az istene, tulajdonképpen egy medve, úgyhogy minden irányból nagyon éreztem ezt az istenséget, és gyakorlatilag korábban kertészkedéssel áldozott neki, tehát olyan kerteket csinált, amikben az emberek jól érezhették magukat és lazítani tudtak, viszont egy nap becsípődik neki egyrészt az, hogy nincsenek már tücskök a világon, másrészt az, hogy ő szeretne elmenni valahova a világtól messze, harmadrészt pedig az, hogy ezt úgy tudná legjobban elérni, hogyha te a szerzetes lenne belőle, ami gyakorlatilag egy modernkori pszichológus, csak teát is főz neked. Mint egy pszichológus. Nagyon sok pszichológus főz teát. Gyakorlatilag egy modernkori pszichológus. Úgyhogy ez be is jelenti a kis szerzetes rendjénél, akik támogatják őt, hogy persze menjél, és felpakolja a kis kocsiját, és elindulj, hogy járja a vidékeket, és egy ilyen te a szerzetes legyen belőle. És a történetünk ott vesz egy fordulatot, amikor teljesen véletlenül találkozik egy robottal. Ez a könyv, ahogy Becky Chambers-től megszoktuk, egy nagyon-nagyon kedves történet. Nagyon reményteli ez a jövő, amit lefest, és alapvetően nagyon-nagyon tetszett az, hogy felmerül benne az a kérdés, hogy mire lehet szüksége az embereknek akkor, hogyha már mindenütt megvan, hogyha minden kényelmük megvan, akkor vajon mi az, amire szükségük lehet. És azt hiszem, hogy ez részben az emberi interakció, részben az, hogy találjanak valamit, ami igazán érdekli őket. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett az, hogy külön istensége van a mindennapi apró dolgoknak, amik boldoggá tesznek minket. És ez az egész könyv annyira kedves volt, hogy ezt elmondani
nem tudom. Azt hiszem, hogy Esztinek lesz egy videója róla, úgyhogy ezt majd be fogom linkálni akkor, hogyha már kint van. De... hú... egy kicsit nehéz összefoglalni, mert viszonylag sok történés van ebben a könyvben ahhoz képest, hogy mennyire rövidke, és inkább sodornak a történések, mint sem, hogy egy nagy ívbe összeálljanak. Viszont ezzel együtt szerintem nagyon szép volt. Nagyon szép volt, és nagyon jó volt az, hogy maga ez a téma, hogy nem találod a helyedet a világban, és nem tudod, hogy mit szeretnél. Ez hogyan jut el odáig, hogy ez most, ahogy van, rendben van. Úgyhogy nagyon jó volt, és nagyon tudom ajánlani, gyakorlatilag szerintem ez az a másik könyv a Long Way mellett, amivel érdemes Becky Chambers-t kezdeni, mert fantasztikus. És így egy kicsit könnyebb elengednem azt, hogy a Long Way sorozat az be fog fejeződni most az utolsó kötettel, mert akkor, hogyha ilyeneket ír Becky Chambers, akkor nem kell félnem tovább semmitől. Kicsit úgy érzem, hogy ennek a tölpartinak a témája az, hogy Eszti ajánlotta, mivel az utolsó könyv, amit mostanában befejeztem, az szintén Eszti ajánlására volt. Ez a Hallgasd a Holtakének a Jasmine Wardtól, amivel egy jó ideje szemezek már, mivel tudtam róla, hogy mágikus realizmus és hogy a börtön mint téma megjelenik benne, ami engem nagyon foglalkoztat, majd egyszer beszélem róla, hogy miért, de alapvetően ezt a könyvet Eszti elkezdte olvasni, és utána írta nekem, hogy ez egy nagyon-nagyon fruzsis könyv, mert hogy mágikus realista, és hogy töredezett a narratíva, és börtön van benne, úgyhogy akciós volt előriben, és megvettem. És így indult a kapcsolatunk. Gyakorlatilag ezt a könyvet egy barátnőmmel olvastam együtt, így párhuzamosan olvastuk, és mind a kettőnknek nagyon-nagyon tetszett. Egyrészt szerintem nagyon szépen írt Jasmine Ward, másrészt maga ez a töredékes narratíva egy olyan dolog, amivel engem mindig el lehet kapni. Alapvetően két szempont karakterünk van, az egyik az Jojo, egy 13 éves félver kisfiú, a másik az pedig Leonie, az édesanyja, és gyakorlatilag az egész család történetét megismerjük ilyen darabokból összerakva. Történetekből, amiket Leonie mesél el, történetekből, amiket Jojónak mesélnek el a nagyszülők, és nagyon szépen összeáll az, hogy alapvetően ők nem rossz emberek, de hogy a körülményekből fakadóan, ahol most vannak, az egy nagyon-nagyon tragikus hely az életükben. Gyakorlatilag a nagymama az egy nagyon spirituális nő, aki nagyon erősen kötődik a régi szokásokhoz, istenségekhez. Ő egy vajákos asszony, aki itt a környékbelieket ellátja gyógyhüvekkel, és gyakorlatilag az ő ágán jön le a mágikus realista szál, mivel a felmenői is látták már a szellemeket, és gyakorlatilag Leonie és Jojo is látja maga egy-egy szellemét ebben a történetben. A nagypapa az egy csendes óriás, akiért odáig vannak az állatok, és ő az, aki talán a legtöbbet foglalkozik a gyerekekkel ebben a történetben, azonban tele van sötét titkokkal és traumákkal, mivel megérte a környéknek az egyik legdurvább börtönét, nagyon sok időt töltött ott a fiatal korából. Leonie egy nagyon összetett karakter, nagyon fiatal volt, amikor a bátyját meggyilkolták, és ez nagyon nagy nyomot hagyott az egész életén, gyakorlatilag innentől vezethető az, hogy ő egyre inkább szerfüggő lett, ami nem segített az sem, hogy az egyetlen ember, akivel össze tudott kapaszkodni, és utána, aki a később a párja lett, az ebben szintén nagyon erősen benne volt. Úgyhogy van egy vágy benne, hogy ő szeretne jó anya lenni, hogy szeretné jól csinálni, de hogy valahogy ez sohasem sikerül neki, úgyhogy sem Jojónak, sem pedig a kislányának, Kélának nem igazán van ott, nem igazán van jelen. Sőt, annyira nincsenek eszközei, hogy ebben a könyvben alapvetően elég erősen megjelenik a gyermekbántalmazás. Akár hogyha arra gondolunk, hogy fizikailag bántalmazzák ezeket a gyerekeket, vagy érzelmileg bántalmazzák ezeket a gyerekeket, vagy egyszerűen elfelejtenek nekik enni adni, mert hogy nincs az eszükben a prioritás az, hogy amúgy. Tehát, hogy ami nagyon dühítő és nagyon-nagyon erős érzelmeket korbácsol fel ez a könyv, legalábbis bennem, de az a nagyon nehéz benne, hogy ahogy Leonie szemszögét olvasod, érted, hogy ő hogy jutott ideig, viszont ahogy Jojónak a szemszögét olvasod, nem biztos, hogy ezt meg akarod bocsátani. Sőt, nem akarod megbocsátani. Úgyhogy ez egy nagyon súlyos könyv, nagyon-nagyon tetszett az, ahogy a szellemvilágot kibontotta, az, ahogy a múltnak a szellemei milyen hatással vannak, hogy miért ragadtak itt, hogy a nagypapának milyen történetei voltak ezzel a börtönnel kapcsolatban, és hogy alapvetően jó emberek a körülmények hatására hogyan tudnak egyre lejjebb csúszni és egyre borzasztóbb életet élni. Úgyhogy nagyon tetszett az, hogy jó, mint a jövőnek a reprezentációja, hogyan
tudja talán megtörni ezt a mintát, nagyon szurkolok neki, és alapvetően a könyvnek a második felén, utolsó 100 oldalán nagyon bömböltem. Úgyhogy visszatértünk ehhez, hogy akkor, hogyha ezt írjál a könyvet, akkor az vagy nagyon fluffy lesz, vagy sírni fogok rajta. Pedig alapvetően nem szoktam könyveken sírni, úgyhogy nem tudom, hogy itt mi történt, de nagyon-nagyon megérintett ez a könyv. Úgyhogy mindenképpen szeretnék majd még az írónőtől olvasni, és nagyon tudom ajánlani ezt a könyvet akkor, hogyha alapvetően ezek a típusú narratívák érdekelnek, akkor hogyha ezek a témák érdekelnek, mert egyrészt szépen van megírva, másrészt pedig nagyon-nagyon szürke. Nagyon fontos témákkal foglalkozik, és nagyon szürkén, tehát hogy nem fekete-fehér, nem mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, nem ítéli el egyik karakterét sem. Azzal együtt, hogy nagyon-nagyon világosan megmutatja, hogy mennyi rossz dolgot követtek el, mint annyian. Úgyhogy... Igen, ez egy nagyon súlyos könyv volt. Úgyhogy elérkeztünk a videónak ahhoz a részéhez, hogy mi az, amit most olvasok, mi az, amivel próbálom egy kicsit felhozni a hangulatomat a Hallgass a Holtak éneke után. Az egyik az Rainbow Rowell-től az Any Way the Wind Blows, ami gyakorlatilag a Carrionnak a Csak így továbbnak az utolsó kötete, a harmadik kötete. És a második kötetről nem beszélünk, mert az nagyon rossz volt. A harmadik kötetnek a felénél tartok, és egyenlőre azt érzem, hogy olyan, mintha egy nagyon hosszú epilógus lenne az első kötethez. Mivel... Gyakorlatilag a Carrion az egy nagyon meta könyv, egy Harry Potter átirat, viszont nagyon nyíltan. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy dreary fanfiction. A kiválasztottunk az Simon Snow, akinek folyamatosan mindenféle nehézséggel kell szembenézni, és ő az, aki majd meg fogja menteni a varázsvilágot. A szobatársa az iskolában, az pedig Bez, akiről meg van győződve Simon, hogy egy vámpír. És nagyon utálja. És nyilvánvalóan nagyon össze fognak jönni a sorozatban. Alapvetően ez a kötet az utolsó évük után játszódik már, és gyakorlatilag maga az egész sorozat azt vizsgálja, hogy mi van a kiválasztottságon túl. Mi van akkor, hogyha ezen már túl vagyunk. Úgyhogy maguk a témák azok nagyon-nagyon izgalmasak, viszont alapvetően azt érzem, hogy ebben a kötetben a karakterek azok nagyon-nagyon külön utakat járnak, úgyhogy a különböző nézőpontok azok nem is feltétlenül nagyon érintkeznek, legalábbis itt a könyv felénél. Három kupac karakter, három kupac különböző szálon megy, és nem vagyok benne biztos, hogy nem lett volna jobb, hogyha ezeket a fejezeteket összerendezi három kis regénybe, és nem párhuzamosan futnak. Vagy hát most jelenleg egyelőre nem nagyon értem, hogy például mi szükség van Agatének a szálára, de majd még meglátjuk. Minden esetre egyébként ez a kötet szerintem sokkal jobb már, mint a második, nagyon-nagyon élvezem, alapvetően ezt a sorozatot nagyon szeretem, úgyhogy valószínűleg nagyon gyorsan ki fogom pörgetni a végét. A másik kötet, ami folyamatban van most nálam, az a Rintaró és a könyvek útvesztője, Macekkel a Szószkétől, ami egy annyira jó könyv, de annyira jó könyv, hogy nem számítottam rá, mert mint hogy nyilván azért vettem meg, rendeltem elő, mert hogy szeretem a japán könyveket, ez egy macskás japán könyv, úgyhogy úgy adva volt, hogy én ezt el fogom olvasni, de nem számítottam rá, hogy ennyire gyorsan, ennyire fog tetszeni. A főszereplőnk az Rintaro, egy középiskolás fiú, aki a könyv elején elveszíti a nagypapáját, a legközelebbi rokonát, akivel élt, és az ő feladata az, hogy összepakolja a nagypapa antikváriumát, mielőtt elköltözne a rokonaihoz, az utolsó idő rokonaihoz, akiket egyáltalán nem ismer. Ebben a mélylapús hangulatában slatyog be hozzá Tora, a vörös csíkos tica, aki közli vele, hogy a segítségére van szüksége ahhoz, hogy megmentsék együtt a könyveket. És innentől kezdve egy kicsit ilyen kisherceges fordulatot vesz a történet, mivel Tora elviszi őt különböző útvesztőkbe, ahol különböző könyveket kell megmenteniük olvasóktól. És egyrészt a macska egy nagyon-nagyon-nagyon vicces karakter. Ez egy meglepően vicces könyv ahhoz képest, hogy mi az alaptémája. Másrészt pedig ezek az olvasók, akiktől könyveket kell megmenteni. Néha úgy érzem, mintha a modern olvasóknak szólogatna be ez a könyv, és nagyon jókat nevetek rajta. Van benne például egy karakter, aki soha nem olvas újra semmit, viszont minden könyvét vitrin mögött megőrzi, amit valahol olvasott, azért, hogy mindenki tudja róla, hogy ő mennyire olvasott, és hogy itt a mennyiségi olvasáson van a hangsúly, úgyhogy be van neki táblázva, hogy egy nap mennyi oldalt kell elolvasnia, vagy hány könyvet kell elolvasni ahhoz, hogy ezt a mennyiséget fent tudja tartani, és mindenki tudja róla, hogy ő szuper olvasott.
soha nem történt még ilyen senkivel. Aztán később van egy, aki szuper optimalizálni akarja azt, hogy hogyan lehet a lehető leggyorsabban és legjobban olvasni, úgyhogy nagyon izgalmas témák jönnek fel benne, és nagyon kíváncsi leszek, hogy holva fogja kifuttatni az író ezt a könyvet. Egyébként pedig azon túl, hogy érződik, hogy ez egy japán könyv, nagyon gördülékenyen van megírva, nem tudom, hogy ez a fordításnak köszönhető-e, de nagyon jó a szöveg, úgyhogy nagyon-nagyon élvezem. Szóval, ezek voltak azok a könyvek, amiket mostanában olvastam, mostanában olvasok. Nyugodtan írjátok meg nekem, hogy mit gondoltok róluk, ti mit olvastatok mostanában, milyen teát ittatok, és egy következő videóban majd találkozunk. Sziasztok!